Climate Now. Együttműködésben a Copernicus-szal. Üdvözlöm Önöket a Climate Now-ban, amelyben havonta értesítjük Önöket arról, valójában mi is történik a bolygónkon. Ebben az epizódban az olvadó égre, az emelkedő tengerszintre koncentrálunk, és arra, mit jelent ez számunkra. Minél többet tudunk meg az Antarktiszról és Grönlandról, annál sötétebbnek tűnik a jövő. A Copernicus klímaváltozási szolgáltatásának adataival kezdünk. A valaha mért legmelegebb október volt Európában, a hőmérséklet 1,6 Celsius fokkal emelkedett az 1981 és 2010 között mért átlag fölé. Melegebb volt itt, Nyugat-Európában pedig esősebb és nagyon viharos. Az Alex nevű vihar végig söpört a régión, emberéleteket követelve, pusztulást és áradásokat hozva magával. Ezt tükrözik is az adatok. A kékkel jelölt területeken több eső esett a szokásosnál októberben. Ha megnézzük a talajnedvességet, ott is azt láthatjuk, hogy ezek a kék területek nedvesebbek az átlagnál. Ugyanakkor a Kaukázusban, Ukrajnában és Nyugat-Oroszországban a szokásosnál szárazabb volt az időjárás a múlt hónapban. Október másik nagy híre a sarkvidéki jég rekordalacsony kiterjedése. A pirossal jelölt területeken valójában jégnek kéne kialakulnia ebben az évszakban, de nincs ott semmi. Ez a vonal itt azt mutatja, amit északkeleti átjáróként ismernek. Ez elméletben egy hajózási út Ázsia és Európa között. Az utóbbi négy hónapban teljesen jégmentes volt. A jég eltűnő félben van a sarkvidék egyes részeiről, és az Antarktiszon, valamint Grönlandon is olvad. Fontos észben tartani, hogy az északi sarkon olvadó jég nem emeli meg a tengerszintet, mert a jég itt eleve a jeges tengeren lebeg. A szárazföldön olvadó jég azonban megemeli a tengerszintet. Ez a jelenség egyre gyorsul, amely felveti a kérdést, vajon az északi sark és Grönland hogyan fog reagálni a bolygó felmelegedésére. Több szakértővel is beszéltem, hogy többet tudjunk meg erről. Kezdjük Németországban. Itt Potsdamban Anders Levermann azt szimulálja, hogyan fog megemelkedni a tengerek szintje az Antarktisz jegének olvadásától. Előrejelzései azt mutatják, hogy a már folyamatban lévő globális felmelegedés 1 Celsius fokos szintje idővel 2,5 méterrel fogja megemelni a tengerek szintjét több száz év múlva. Először a Nyugat-Antarktiszon a jég elkezd olvadni, instabillá válik. Aztán, ha a felmelegedés eléri a 2-3 fokos szintet, akkor a Víx-medencében kezd olvadni a jég, és ez is instabillá válik. Az Antarktisz hatalmas Svejts-gleccsere hamarosan összeomolhat, ezzel akár hirtelen 60 cm-nyi tengerszint emelkedést is okozhat. Nemrégiben fedezték fel, hogy a melegebb tengervíz megolvasztja a gleccserjegét, ahogyan az eléri az óceánt. A meleg víz a tengeren lebegő szelfiig aláhatol és megolvasztja azt. Ez pedig nagyon fontos, hiszen ez a lebegő szelfiig akadályozza meg a belső jég áramlását. Ha ez elveszíti a teljességét, akkor a belső jég áramlása felgyorsul, szóval több jég kerül a tengerbe. Grönlandon a jégpajzsok peremeinek leszakadása és a felszíni olvadás felgyorsult az utóbbi 20 évben. A változásokért az időjárás fordulatai okolhatók dr. Ruth Mottram szerint, aki a Dán Meteorológiai Intézet klímatudósa. Télen sokat esik a hó, ami teljesen normális Grönlandon. Vannak évek, amikor sok hó esik, máskor pedig kevesebb. Szóval nagy a változékonyság. De azt is látjuk, hogy habár azonos mennyiségű a csapadék, ebből több az eső, mint a hó. Az utóbbi 5 évben a tengerek szintje több mint 5 mm-rel emelkedett évente, ennek üteme pedig gyorsul, ahogyan a széndioxid kibocsátás folytatódik. Levermann professzor előrejelzése sötét képet fest. Ha minden ugyanígy megy tovább, akkor a század végére 4 fokkal lesz melegebb. Ez pedig hosszú távon több mint 10 méterrel emeli meg globálisan a tengerszintet. Ez pedig azt jelenti, hogy el kell hagynunk az olyan tengerparti városokat, mint New York, New Orleans, Rotterdam és Hamburg. Több információt olvashat az emelkedő tengerszintről és az adatokról weboldalunkon az euronews.com/climatenow-on. Viszontlátásra! Climate Now. Együttműködésben a Copernicus-szal.